Új kormányablakot adtak át Felső-Zsolcán, a megyében ez már a 21. Nem csak a feladatok bővülnek, de kívül-belül megújult a régi okmányiroda. Örülünk neki, hogy ilyen szépen felújították, és ilyen ügyfélbaráttá tették azt a helyet, és hát a kibővült feladatoknak is állunk elébe. Ezután itt nem csak a különböző okmányokat, mint például az útlevelet, forgalmi engedélyt vagy jogosítványt lehet intézni, hanem minden egyéb államigazgatási ügyet is, így például a szociális, családtámogatási vagy egészségbiztosítási ügyeket. Nem az ügyfelek utazgatnak, hanem az ügyiratot utaztatják. Ez a kormány ablak is itt a Felső-Zsolciak és a környező települések idejét nem rabolja, hanem inkább segíti az ügyintézés gyorsaságát és egyszerűsítését. A Felső-Zsolcai kormányablakban ezután több mint 1500 ügyet lehet majd intézni. Az a fő cél, hogy úgynevezett egy ablakos ügyintézés legyen. Tehát egy ablak van, egy felület, ahol az ügyfél találkozik az államigazgatással, és nem kell neki keresgélnie, hogy hova kell menni az ügyével, hanem azt az államigazgatás a saját rendszerén belül megtalálja. A kormány megbízott hozzátette, a megyében még két kormányablak nyílik a jövőben, az egyik Emődön, a másik pedig Miskolcon, a Tiszai pályaudvaron.